A Computex 2013-ot van egy új táblagép itt Asus-tól, amit látjátok, van rajta Android és Windows, itt most éppen Windows fut rajta, van egy Intel Atom processzor benne és egy Intel Core i7 processzor, látjátok, van egy szép kis billentyűzet, mint mindig, amin, ahogy látjátok, van itt néhány bemenet is, mint USB 3, de a táblagép önmaga is persze használható, mert hogy ki lehet belőle venni, itt látjátok, még van olyasmi, hogy Thunderbolt is, meg akár több USB, de a táblagépet önmagát ki is tudjuk venni, és itt ahogy látjátok, hogyha megnyomom ezt a gombot itt, az Android Windows gombot, akkor itt tudom váltani Androidról Windowsra. Kicsi pár másodpercig eltart, és akkor látjátok, hogy már is benne vagyunk az Androidban, ami Intel Atom processzorra fog működni. Hogyha ezt a gombot itt megnyomjuk, can you tap me, please? It's Windows 8. Okay. Hogyha megnyomjuk a gombot, akkor igen, átvált Androidba, és can you maybe flip it around? Can you just a tablet turn it around? From the back. We have a beautiful, és akkor itt látjátok, van egy nagyon szép kis design, itt alul van egy kamera is, és itt fent akár különböző gomb, backups gombra, és persze hangerőszabályozó, hogyha itt megnézzük, akkor itt látjátok, hogy van még pár bemenet, mint a microSD, microHDMI persze, és itt oldalt még akár feliratú is, ami igazából mind itt a dockban, gondolom, nem, ott csak egy konnektor van, amivel majd átmegy az összes adat. Hát ez volt a kis hands-on videó erről az új Asus Transformer Book Clio-ról. Itt a csajok tartják is szépen, és bemutatják nekünk. Köszönjük, hogy benéztetek a Tech2-nél. Nevem Gál Balázs.